A Tolnai megyeszékhely rendőrei egy nap alatt kétszer állították elő azt a szekszárdi férfit, akit előbb itallopáson, majd ittas vezetésen kaptak rajta. Egy helyi üzlet biztonsági őre értesítette a rendőrséget, hogy egy ismeretlen két üveg italt lopott el néhány perccel korábban. Kollégáim gyorsan a helyszínre értek, és még az áruház parkolójában előállították és elfogták a fiatalembert, egy 27 éves helyi férfit, aki a rendőrök kiérkezésekor már elfogyasztotta az egyik üveg pezsgőt. Másik üveg italt a kollégáim kérésére visszaszolgáltatta az üzletnek, és az ellopott pezsgő árát is kifizette. Ennek ellenére kollégáim előállították lopás szabálysértés elkövetése miatt. A férfit elszámoltatták, majd elszámoltatását követően szabadon bocsájtották. Néhány órával később a járőrök ellenőrizték ugyanezt a 27 éves helyi férfit, aki ekkor már autóval közlekedett. Előállítását követően szondát fújattak vele, ami pozitív értéket mutatott, így már ittas vezetés vétsége miatt is eljárást indítottak ellen az egyenruhások.